Sziasztok! Na képzeljétek el, hogy már lassan egy éve ide költöztünk Annával, és itt együtt lakunk, és igazából a dekoráció nagyja kész van, és most már így minden úgy néz ki, ahogy azt mi szerettük volna. A virágok is most már bent tök jól néznek ki. A banánfát azt nemrég raktam ki a teraszra, mert itt ugye eddig benn volt télen, viszont hát most már itt a tavasz, aztán most már elvileg jól érzi magát kint, mivel nincsenek most már éjszaka minuszok, de még egy dolog van, amit még így igazából nem fejeztünk be, legalábbis bele se kezdtünk. Az pedig nem lenne más, mint hogy itt az íróasztalom a számítógép mögött mi legyen a falon. Volt egy olyan opció, hogy terméskővel rakjuk ki, és igazából semmi extra nem lesz, és volt egy olyan opció is, hogy képeket rakunk. És ha körbenéztek, láthatjátok, hogy sehol nincs még kép, szóval arra jutottunk, hogy rakunk ide képeket, viszont nem csak ide, hanem amikor itt bejövünk a bejárati ajtón, ide a falra is rakunk ide nem sokat, csak egy 3 darab képet, de ezt tervezzük most megcsinálni. És ki is nyomtattuk már hozzá a képeket, ezek lennének azok, vettünk hozzá jó sok képkeretet, és ezt fogjuk felrakni, viszont Anna még nem ért haza, mint súlyban van, addig viszont én mutatnék nektek egy ilyen egészséges kis nasi receptötletet, ami nem főétkezés, hanem almából készített egy ilyen tök finom desszert, elvileg TikTokon láttam, most fogom először kipróbálni, és amíg Anna hazaér, addig megcsináljuk, utána pedig együtt felrakjuk a képeket. Na és ez nem is kéne más, mint egy alma, méz, favéj, egy kis zab és joghurt. Először is felvágjuk az almát vékony szeletekre. Elkezdjük melegíteni a serpenyőt, aztán fújjunk rá egy kis olajat. Aztán rakunk jó sok mézet az olajra. És szórunk rá fahéjat. Amennyiben ránézésre jónak tűnik már az alma, szórunk rá egy kis zabfehér. És összekeverjük. Azt hiszem elkészült, most állaljuk a kurtat. A biztonság kedvéért mi megszórjuk egy kis mézzel. Adunk neki egy kis joghurtot, és csak díszítésképpen egy kis fahéj. Na így! Nekem nagyon bajom. Finom. Olyan, mintha így a méz segítségével karamellizálódott volna az alma, és tök jó ízt ad neki a fahéj is. Mondjuk én nagyon szeretem a fahéjat, de szerintem tényleg isteni. És Annát is ezzel fogom várni, kiszedek neki mindjárt egy adagot, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog hozzászólni. Szia! Szia! Nézd, mit csináltam neked? Láttam TikTokon ezt a receptet, megcsináltam, én már megkóstoltam, szerintem tök jó, most rajtad a sor. Jaj, de jó, pisilnem kell előtte. Na, igazából serpenyőbe mézhez adtam fahéjat, azt lepirítottam, vagy hát igazából tüzön összekevertem, arra ráraktam az almát, és utána pedig az apfelhet, végül pedig raktam rá még mézet, még fahéjat és joghurtot. Ó, oh, gurmi. Hazám. Na milyen? A sörökhúzat tetted rá, ami meg van kezdve? Igen. Akkor fokhagymás. Hát, de én nem éreztem. Most komolyan? Kicsit igen, de amúgy nem mész. Na hát akkor még fokhagymás. Na, mondjuk is ki a képkereteket, aztán rakjuk bele a képeket. Lesz ebből a képkeretből 3, ez fog oda menni az előszoba mellé. Ebbe ilyen csíptethetően fogjuk belerakni a mi képünket, és ennyi. Az íróasztal fölé pedig ugyanolyan színű, vagyis hát ugyanolyan fából készült képkeret lesz. Egy nagy, egy kicsi, és akkor majd mindjárt mutatjuk, hogy milyen formában. Az előszoba mellé, ugye ezekbe a képkeretekbe
3 darab képet választottunk, ami mind a 3 olaszországi. Ugye tavaly nyáron voltunk egy ilyen 10 napos vadkempinges túrán Olaszországon. Egy a Kolosseumnál, egy a kedvenc kis falunknál, ahol volt az a melegvízű forrás, egy pedig Positánóról tájkép, ezek mennek oda. Ez az egyik, másik, és a harmadik. A közepes méretűekbe van egy tájkép, ezt Madeirán, a Fekete-homokos tengerpartnál fotóztam drónnal. Ez pedig akkor, amikor évfordulónk alkalmával voltunk Ausztriába, és a Lózer nevű hegységnél egy gyönyörű naplementét kaptunk el, ez pedig onnan van. Ez pedig szintén Madeirán, szintén a Fekete-homokos tengerparton, de egy közös kép. De egyébként az igazat megvalva, a kedvencem az ez. Ez az, amikor Madeirán futottunk át a vízesés alatt. Alapvetően imádtam ezt a képet, de így nagyba kinyomtatta, szerintem nagyon brutálul néz ki. Van szintén egy madeirás, mind a 3 madeirás egyébként. Ez ott volt abban a tündérmesébe illő helyszínen. És az utolsó pedig a banán ültetvényen, ahol talán a legmelegebb időnk volt. Na, az első problémába ütköztünk. Egy fél centivel, centivel hosszabb a kép, mint kéne. Ajaj! Hát ebből vágni kell. Sikerült beleszabni? Rakjuk fel a falra. Na most itt a földön belőjük azt, hogy a falon hogy fognak állni. Valahogy úgy, hogy így egy sorba egy nagy, egy kicsi, és akkor ebből lesz 3. Is this really healthy? Maybe I need therapy. Egyszerűbben kezdjük, itt csak 3 kép van és egy síkba lesznek, mármint hogy függőlegesen egy síkba lesznek. Talán ez egy kicsit könnyebb lesz. Először szerintem lőjük be szemmértékre, hogy mi az a magasság, ahol a kb-jön. Rendezkedni kell egy kicsit, mivel az íróasztalom eléggé útban van. Na, rájöttem, hogy ez felesleges volt, mivel mihez mérjük oda a képeket, hogyha nem az íróasztalhoz. Na, 3 már megvan, ezt először félrefúrtuk, aztán módosítani kellett rajta. Nem volt egyszerű, de haladunk tovább. El is készült, és tök szuper érzés a falon visszalátni azokat az emlékeket, amiket átéltünk együtt, és egy picit így visszacsöppeltünk a pillanatba. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor tegyétek meg, a következő videóban pedig találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!